forever could never be long enough for me. Feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. Tudom, a Raiffeisen vezérigazgatójának egy levelet, hogy nem igaz, hogy ez már ilyen édes bankon lehet elintézni ezt a vasztot. Nagyjából így. Megmutassam, hogy hogy szoktuk, gyere. Te csak C betűt adsz, nem csókot. Mire írtam egy levelet, és felhívott az egyik kollega nője, hogy menjek be a bankba, és akkor majd elintézik, mert hogy amúgy ez egy egyszerű dolog. És akkor bementem, és elkezdtem mondani a sztorimat, hogy ez és ez van, és én ezért írtam levelet. Hát sokat tudok beszélni, és gondolom sokáig tartott a sztori. És nem hagyta végigmondani, hanem mindig beleszólt, és mondtam neki, hogy legalább hallgasson végig, mert én vagyok az ügyfél. Akkor ilyen. Kiborult. Kedves. Igen, kiborult, és bement a Tomi. És egyszer csak megjelent bent a kolléganő, és azt mondta, hogy menjek ki, mert van szinte egy hisztis bicsa, akivel kezdeni kellene valamit. Tomi kijött, amire én amúgy nem emlékszem. És kimentünk, akkor beszéltem vele gyakorlatilag először. Kátya azt mondja, hogy nem is nagyon emlékszik erre a találkozóra. Utána kezdődött egy levelezés, e-mailezés, és utána néhány évtel találkoztunk. Hát így mindig kért valamit, mondjuk egyszerre három dolgot egy levélben, és abból mindig egy lemaradt. És akkor mindig jártam be a bankba. És elég sokat segített, és akkor egyszer csak írtam neki egy ilyen levelet, hogy hát, hogy köszönöm szépen, hogy ilyen sokat segít, és hogy végül is türelmes ahhoz, hogy én állandóan elfelejtek valamit. És azt írta, hogy reméli, hogy legközelebb valami kellemesebb dologban is segíthet. És akkor hoppá! Így. Neked előtte már tetszett ő? Nem, hanem az volt, hogy így neki ilyen nagyon megnyugtató kisugárzása van, főleg a bankban, szerintem imádják az ügyfelek, ebben biztos vagyok. És amikor bementem a főnökömmel, mert hát ha ő nyomatékosabban tudja kérni őket, hogy segítsen, akkor azt mondta, azt beszéltük, ha visszafele a bankból az irodába, hogy ő nagyon rendes, biztos, hogy segíteni fog. Hát segített. Az első találkozásnál igen, sokkor után ez is már rendszeressé vált, utána volt egy randi, megbeszéltünk, de én azt lemondtam, és egyszer csak megjelent nálam, ahol laktam, és akkor így kialakult. Kialakult. 9. kerület, Ferenc téren. És félúton a Tűzoltó utcán. Ebéd szünetben. Ez volt az első randi. Aztán a másodikat, ami már úgy komolyabb randi lett volna, ő elfelejtette. A harmadiknál meg megbetegedett, úgyhogy én mentem ki hozzá, látogató. De nem is randiztunk egyébként. Csak összeköltöztünk, hopp. Lánykérés az karácsonykor volt. Gyakorlatilag otthon voltunk kettesben. Vettem egy kis ajándékot. Az egy ilyen fényképtartó, vagy fényképállvány volt. És azt tettem a falá, de az eljegyzési gyűrűt, amit pedig át akartam adni, ezt meg mint egy díszt felraktam a fára. Karácsonykor. Leakasztotta a fára a gyűrűt. De már én mondtam neki, hogy először vacsorázunk, nem, először ajándékozunk. Nem, már vacsorázunk. És akkor én így húztam az időt, meg teljesen rosszul volt. Tudjátok, amikor valakinek csikor a hasa, és nem tud elmenni vécére kell. De te azért húztam, mert tudtad? Nem, fogalmam sem volt. És akkor átvette az ajándékot, megnézte, sem, de értette, hogy miért kap ő egy fényképalbumot. Attól függetlenül, hogy szereti mondjuk a fényképeket, és akkor mondta neki, hogy szeretném, hogyha majd a közös esküvői képeink ebbe kerülnének. Akkor sem értette a dolgot, és akkor levettem a gyűrűt a fáról, láthattam. Teljes meglepetés is. Én nem számítottam rá abszolút egyébként. Egyáltalán? Egyáltalán nem, meg ráadásul előtte voltam egy jó három hetet kínóban. Úgyhogy nem számítottam rá. És azt kérdeztem, hogy leszek-e a felesége. De azt várta, hogy majd biztos azt mondom, hogy hát, vagy gondolok, vagyis hát, hogy nem. Vagy nem tudom majd miért gondoltál. És akkor azt mondta, hogy ne, akkor azt fogja mondani, mert felkészült, hogy akkor gondolkozzak még rajta egy kicsit.
és azt mondta az égen egyből. Igen, itt a szabály. Gyakorlatilag azóta mennyasszonyom. És ez egy érdekes történet volt, míg utána Kátyának így az első sok, hogy elmondja, vagy nem mondja el, vagy kinek mondja el. És átmentünk a szomszédba, mert minden karácsonykor át szoktunk menni a szomszédba, vagy ők jönnek át, mikor megajándékoztuk egymást. És mondta, hogy rajta van a gyűrű, de nem fogja elmondani a szomszédasszonynak, hogy eljegyezték, hanem kíváncsi lesz, hogy észreveszik-e. És legnagyobb meglepetés, hogy átmentünk. Jött a szomszédasszony, és ilyen 2 másodperc múlva mutatja Kátyának, hogy nézd csak, eljegyeztek. És Kátya abban a pillanatban, nézd csak, engem is eljegyeztek. És ugye tök jó buli lett belőle. Hát jó, és aztán mondta, nagyon aranyos fiatalember, megismerkedtem, és találkozunk. Mondtam, hát jó van, itt az ideje, mondom. És utána, amikor először jutak rá Vázira, Tamásra, nagyon szimpatikus egy fiatal ember. Hát én mondom, én mindenki nagyon szeretettel fogadom családokba. Na mondtam, jó van, akkor téged is elfogadom. Azért nagyon aranyos vagy. Úgyhogy a kapcsolatot nálunk a Tamása nagyon jó. A jó alakul ki. Ezt mondtam neked, hogy nem tudtam eldönteni, hogy te ennyire jó fej vagy, jó egy ilyen mufurc. Nem ezzel kezdted, amikor leültél fel, ezt így elmondtad azért. Tényleg? Hogy nem tudtam eldönteni, hogy ennyire jó fej vagy, ennyire szar fej. Ez csak a mufurc az ilyen finomítás. Igen. És ettől lettél túl a szimpatikus. Mert egyébként általában mufurc volt. Egy sminkelésen amúgy. Ahol kértem egy olyan szájat, aminek az egyik fele ilyen színű, a másik meg olyan. Az első értelmes kérés volt amúgy. Megkérdezted, hogy tényleg? Vajon tényleg? Külön színe volt az első. Nem is tudom, hogy kérdeztem két színe. Ezek egy csak ilyes korári. Korári, és ilyen kicsit. Utána azt a kettőt én megvettem, és ugyanúgy használtam korári. Mennyire durva. Jöhetem Párizsba, és ugyanazt csináltam. Megik lettél. Say you will, man.